A mai videó után valószínűleg sírni fogsz. Na de még mielőtt belekezdenénk a videóba, ne felejtsetek el feliratkozni és benyomni a csengőt, nem is húznám tovább az ott, kezdjük. A mai videó az nem másról, mint egy családról fog szólni, aki nem tudta megengedni magának, hogy megvegye a nagyapjának a tortát. A történet egy boltban kezdődött, amikor ugyanis a nagymama, illetve az unokája bevásárolni voltak. A kislány tudta, hogy szegény családban nő fel, így már alapból nézte, hogy mi mennyibe kerül, és amit nem tudtak megvenni, azt visszatette. Majd egyszer a nagymama megkérdezte tőle, hogy a nagypapának nem-e szeretne valamit venni. A lány bólintott, majd odarohant az egyik hűtőhöz, és kivett egy tortát. A pultnál a nagymama csak nézte, de nem volt rá elég pénzük, így muszáj volt azt mondani az unokájának, hogy sajnos ezt most nem tudjuk megvenni. De legközelebb minden erőfeszítést megtesz azért, hogy meg tudja venni azt a tortát. A kislány azt mondta, hogy ő mégiscsak szeretné a tortát, viszont a nagymamának le kellett róla mondania. És a lány csak annyit mondott, hogy legutóbb is ugyanezt mondta. Percekkel később egy gazdagabb férfi ment a pénztárhoz, aki megkérdezte, hogy ők nem kérték el ezt a tortát, és hogy ő megvenné nekik. Amikor már éppen a család ment volna ki a boltból, akkor a gazdag férfi a tortával odarohant a kislányhoz. A nagymama hirtelen feszült lett, és megmondta a férfinek, hogy semmilyen oka nincsen arra, hogy megvegye nekik a tortát. A férfi az ő saját történetét mesélte el. Amikor 7 éves volt, és az édesanyjával ugyanez a helyzet fordult elő, és nem volt elég pénzük, pedig csak egy születésnapi tortát szeretett volna venni, akkor az a férfi, akit láttok, ő segített megvenni a tortát a gyereknek. A gazdagabb férfi megvette a tortát, és odaadta a srácnak, és boldog születésnapot kívánt, majd elment. Azóta nem is látta soha többé. A gyerek nagyon megörült, és megjegyezte a férfit. De a nevére nem emlékezett. Azt mondta a nagymamának, hogy soha nem volt esély arra, hogy megköszönje azt a tortát. Végül a nagymama, illetve a fiatal srác egyeztettek egy telefonszámot, hogyha lesz pénzük, kifizetik a végig a tortát neki. Végül a férfi elment. A család hazaért és vitte a nagyapának a születésnapjára a tortát. A nagyapa egyből azt kérdezte, hogy honnan volt mégis ennyi pénzük. Végül a nagymama elmondta, hogy egy férfi fizette ki nekik a tortát. Amikor a nagyapa elkérte a telefonszámot, amit a papírra írtak, nem is az volt ráírva, hanem az, hogy amikor segítesz valakinek, egyszer mindig visszatalál hozzád. A papírra ugyanis az a srác írt, aki régen még a nagypapa segített, és most ő meghálálta évekkel később, úgyhogy még csak a nevét se tudta. Mindenféleképpen elgondolkodható történet. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és írjátok le kommentben, hogy veletek történt-e már hasonló. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!